sorba egy három lépcsős deszka emelvényen egy szál pizsamába öltözött kázifoglyok fújják gépiesen a gyorsindulót. Nem nők és nem férfiak. Kortalan az éjségtől áttetsző, egészen valószínűtlen pantomim figurák. Madárkezek a billentyűkön. Részfúvók és recsegő kürtök, trombiták. Csukott szemek és óriás pupillák. Éjségtől nagyra nőtt csecsemőfejek. Cube. A kocka kibontása. Az igazság az, hogy nem látok semmiféle fonalat, aminek mentén elmesélhetném az életemet. Ez itt a szobám. Itt élek. Ennyi. És ez nem is az én önéletrajzom, hanem a figyelemben életrajza. Egy 5 éves kislányé. Egy filozófusé. Egy fiatal prostituálté. Egy apácáé. És ez mind én vagyok. Nem tudom, hol végződöm én, és hol kezdődik a figyelmem. Csecsemőként valaki megnézte a bal tenyerem, riadtan ellökte és azt mondta. Ez egy tehetségtelen emberbeteg és a bálvajáró bűnöző tenyere. De engem nem ez határoz meg, és nem az eseményeim, hanem hogy mit vettem észre. Mi mindannyian túl vagyunk valamin. Valami bűnön vagy cselekvésen. Mindegy. Így születtünk már.